Sziasztok! Újra mit vettem a piacon videó? Hát igen, igen, ez egy PS3. Van hozzá pár játék. Hogy miért vettem egy PS3-at a piacon? El is mondom. Azért, mert csak 17 000 forint volt. Igen, kurva jó hangzik, de nem olyan kurva jó, mint amilyen kurva jó hangzik. Igazából elég nagy szopás, ugyanis nem működik. Ezzel persze tisztában volt, amikor megvettem. Valami szoftveres problémája van elvileg, vagy nem tudom, amit majd megnézek és megpróbálom orvosolni. Ha nem sikerül orvosolni, akkor jó megcsecseltettek. Vagyis hát én magamat. Nézzük meg, hogy mi van a dobozba. Doboz is van hozzá, azt hittem, hogy kicsit jobb állapotban lesz, de hát nem tudom. Várjál. Megnyitom Pandora szelencét. Volt egy ilyen nevű videó még tinédzser koromban. Pandora szelencéje. FIFA 13. Ha esetleg, úrá is van írva, 10 euró volt. Hú, ez remek. Ha esetleg valakit érdekel ez a FIFA 13, akkor egy tábla csokiért szívesen elküldöm neki. Little Big Planet, vagy hogy kell kimondani. Ez nem tudom, hogy mi, de ez nem hinném, hogy az én világom. Ha esetleg kell valakinek, akkor magyar, valami magyar van ráírva, de szerintem magyar nyelv nincs benne, úgyhogy ezt... Azt sem tudom, hogy hol kell megnézni. Na mindegy, szóval, hogyha esetleg valakit érdekel, akkor ez is eladó. Tegyetek rá egy ajánlatot, nagyon szívesen elküldöm. Természetesen normális áron, nem ilyen konzolbolti árakon. Na itt van kicsit érdekesebb. Castlevania Lord of Shadow Collection. Van ebben mindenféle. Így. Kicsit megnyitom, hoppá, belelúg a Tyson-os zoknim. Tyson a kutyám. Oké, és... Ez is eladó szerintem, mert én, nekem ez nem az én világom. Ha esetleg valaki tesz rá ajánlatot, nyugodtan elviheti. Dirt 3. Ilyen platinumos, vagy eszenciálos, vagy milyen izébe. Én az ilyet nem gyűjtöm. Na szóval ott tartottunk, hogy Dirt 3, mert ez a szar, fényképező valamiért úgy döntött, hogy nem csinálja tovább a felvételt, úgyhogy most újra kezdem, szóval Dirt 3 eszenciálos kell a fasznak, vagyis hát pontosabban, hogyha elviszed, akkor nagyon jól jársz vele, mert mondom, ki sem fogom próbálni egyszerűen, csak első kiadás, ez szabály. Na itt van egy érdekes dolog. Minecraft, hogy hogy kell kimondani, ez szerintem, most nagyon sok embert meg fogok sérteni, de szerintem ez egy buziság, ez egy hülyeség, ez egy fasság, ez tényleg, aki feltalálta, ez valami félkegyelmű bassza meg, hát ez buziság, ez nem tudom, jó, ez a játék, ez biztos, hogy nem olyan, mint az alap Minecraft, vagy valami, tehát ez a story mód, meg mit tudom én, ez már biztos valami, tehát még szarabb lehet szerintem még a szar Minecraftnál. Viszont valakit érdekel, szóval ez is eladó, esetleg érdekel valakit ez a... Hát ez hülyeség, ez én nem tudom ezt, hogy lehet élvezni, vagy én nem tudom. Szerintem valószínűleg ki sem fogom próbálni, mert csak felkúrná az agyamat, mert megnézem a borítóját, meg kurva fejidegesítnek, hanem ez az úgy Minecraft, az jut eszembe, a tévében van az a két ilyen idétlen csávó, az egyik ilyen nagyon nyomorék, a másik meg szeretne kevésbé nyomorék lenni, de igazából ezzel ő is ugyanolyan nyomorék lesz, az a Fix TV-n szokott lenni, az a Gamer Zone, vagy valami ilyesmi. Hát az kurva jó, azon beszarok, hát az nézem, volt régen úgy néztük, italoztunk közben, és azt néztük, hát aznak beszartunk a röhögéstől folyamatosan. Az a két csávó, az egyszerűen annyira nyomorék, hogy a világon, ez a tipikus tipikus geek, vagy hogy mondják, nem tudom, de amúgy kurva jó, meg amúgy pacsi nekik, hogyha úgy van, tehát semmi harag, csak egyszerűen, na. A nőjük még nem volt. Lehet, nem is lesz.
És itt, ami engem érdekel, Street Fighter X Tekken. Lehet majd karatézni barátnőmmel. Ezt már szeretem. Reméljük jó német nyelvű is, aztán nem fog belőle érteni semmit, teljesen jó. Az hát tök német az egész. Ha esetleg valaki az ilyen német szarokat gyűjti, akkor viheti, mert én nem tudok németül. És csak angol játékokat gyűjtök, szóval ezt is lehet vinni, mindent lehet vinni. És... Itt a gépezet. Igen, itt elvileg ki van törve, igen, ott ki van törve belőle egy darab. Gondolom már elég sokan próbálkoztak azzal a javítási módszerrel, amivel én is fogok próbálkozni. Valószínű nem sikerült se nekik. Se nekem nem fog sikerülni. De valamit muszáj venni. Valamit mindig muszáj venni. Itt egy joystick, ez teljesen jó állapotú. Analógia is faszán működik. Minden ez cool. Cool, én szót se használtam, még remélem nem is fogok. Itt egy másik, kicsit kókányabb az analóg, hogy is mondjam, ez már így kókányabb. Megpróbálom megszerelni. Sose próbálkoztam még ilyesmivel, de szerintem ezt majd megpróbálom. Kíváncsi vagyok, hogy működik így az egész. Vannak hozzá ilyen kábelek, természetesen HDMI kábel nincsen, csak ezek a csöves kábelek. Mindegy, ez van, legközelebb, na mindegy, mindjárt mutatom, hogy mire jutottam ezzel a szarsággal. Tegnap már nem volt időm nekiesni a PlayStation-nek, mármint a javításának. Úgyhogy ma estére hagytam, rossz a villany a szobába, úgyhogy azért ilyen sötét minden. Itt a PS, közben a barátnőm itt világít. Szóval itt a PS. Az volt a probléma, hogy bekapcsolásnál egy olyan üzenetet írt ki, hogy... Várjál, miért is? Barátnőm se tudja. Az a lényeg, hogy the file system is corrupted, restore the system, vagy valami ilyesmi üzenetet írt ki. És amikor rányomtunk a restore-ra, ugye akkor megcsinálta, de aztán meg fekete kijelző, vagy fekete képernyő, nem csinált semmit, újraindítás, ugyanez, jó sokszor megcsináltuk, semmi. Aztán egyszerűen beraktuk abba a restore módba, vagy hogy hívják, amikor ugye hármat pitch. Szóval, csak megint megállt a kamera. Szóval beraktuk restore módba, amikor hármat pittyent, újra raktuk a rendszert, és mint látjátok, működik. Tehát hibátlan a PlayStation, szóval ezt a pakkot sikerült 17.000 forintért megszerezni. Egy 160 gigás PS3-at, pár vacak játékkal, amit már bemutattam. Szerintem 17.000 forintot megért, úgyhogy este ágyból fogjuk nyomni a Street Fighter-t, mert a másik szobában, a nappaliban már van egy PlayStation, itt a hálószobában, ezen a szarabik tévén, meg jó lesz ez. Sziasztok!